Most bejöttünk egy olyan tenyészúcba, ahol nem egy-egy pár madár van, elhelyezve tenyészmadár, hanem itt nyugodtan beszélhetünk egy-egy törzs állományról. Légy szíves, mutasd be nekem külön-külön a törzs állományodat. Most, ahol éppen vagyunk, ez milyen törzs? Igen, ami most vagyunk, az a itt összes galamb eredeti Ludoklászensz, vagy pedig Ludoklászensznek a gyerekeik. Az úgy kell gondolni, hogy ezek a Ludoklászensz galambok már szerintem világos, nagyon kevés helyen vannak így koncentrálva, mert ezek nem unokák, mint dédunokák, ezek vagy eredetik, vagy pedig még az eredetik nálam volt, és annak a gyerekei születtek. Ezek mind féltestvérek, vagy testvérek. Ezek a vörös hímek, ezek a vörösek a Ludoklászensznek, a katók nevezetű galambjának, a fészek testvérét, amit Holec Lajos megvett, és annak a közvetlen gyerekei, ahogy nálam születtek. Ezek mind megfogott például azt a vörös hímet is. Ennek a vörös hímnek is már legalább 3-4 gyereke nyerett kerületi első díjat. Nem csak nálam, hanem másoknál is. Ez egy eredeti Klászensz, még ő még egy eredeti Ludoklászensz. Most ez a törzs, ez milyen rövid, közép vagy hosszú távú? Ezek ilyen középtávú galambok, ezek a Klászenszok. Ezek ilyen középtávú galambok, inkább van 500-600 kilométerig, de nagyon-nagyon gyors galambokról van szó. Ezek mind testvérek, a galambok, ezek a vörösek mind testvérek, egy vonal, és a kovácsok és a kékek egy másik vonal, de ezek is mind Klászensz, csak már két vonal. Igen. Úgyhogy ezeket így magán tenyésztem, ilyen, ezekre galambokból, Belgiumból, meg Hollandiából is jönnek hozzám vevők ezekre galambokra, mert ilyen állomány már nem igen van sehol. Igen. Következő dulcrészbe átmegyünk. Igen, a következő dulcrészben... Ezek szintén tenyész galambok, csak külön vannak választva, így van. Törzsek. Külön volérbe járhatnak ki, külön igen. Minden. Ezek a galambok, ezek mind eredeti André Dirik, Peppermans galambok, vagy pedig Robert Pénusz galambok. Ezek már hosszú távú galambok, olyan 800 kilométerig. Ezek mind letesztelt tenyész galambok, ezek mind onni lettek hozva Belgiumból. Na most ezeknek az utódai már a versenyes? Igen, ennek összesnek a utódja, amit itt látsz galambot, ezek a dulcokban, mindennek a utódja ki van próbálva, és szinte ezek mind 100%-os tenyész galambok. Értem. Ami itt nem volt 100%-os galambot, amit kidobtam összesen, mert egy sincs. Ebbi volt nekem a 30 galambban, Rolinoszokból, a Dirikekből, másnak egy van, akkor is már legendákat beszél róla, én csak a legjobbakat hattam meg. Tehát a sötét tojónak tegyük fél, tavaly éve hattam 12 fia, minden összes megvan, akkor ennek a tojónak a fia volt, ennek a fiának, tojónak a fia, lány gyereken, négyszer a kosárban, mindet első 5%-ba csinálta, szóval ezek igen komoly galambok. Annak a kék tojónak a gyereke összes maratonodat megrepülte, ugyanabban a hímmel ott párba, lényegében ott kerületi harmadik, országos szinteken, ezek mind extra hosszú távú galambok. De látom, hogy már a tojások is kellnek, itt ott, igen, ott már van egy-egy napos kis igen. Fiatal, de nagyobbak is vannak. Mehetünk tovább, igen. A következő tenyészúcba, ott megint egy külön törzs látható. Igen. 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 Ebben az útban vannak a maraton galambjaink. Ez egy igazi hosszú távú galambok, így mondom. Itten lényegében 14 pár galamb van, 13 pár galamb van. Itt a 13 párból mondhatom azt, hogy 10 pár Emil Denis galamb, de ezek olyan Emil Denis galambok, mind repültek, ezek nem olyanok a kiskorukban, ezek mind kipróbált galambok, ezek mind eredetiek és mind versenyeztek ezek a galambok. Vannak tesztelepekről bővedi galambok, és vannak egyenesen a Denis-tű. De minden Denis-tű van, csak valakik tesztelepen lettek kipróbálva, valakik még a Denis-nél saját volna repültek. Ezen kívül itt van az a Fakó hím, annak a testvére volt ebben évben a barcelonai győztes, egy német galamb. Ez a Kovács út hím el volt 2012-ben
a Magyarország londoni győztese. Ami az Etetőn. Igen. A fárja az a csapos Denis tojó, azon kívül egy darab galamb van itt, ami még nem Denis galamb, egy kék tím, aki ott ül, az pedig egy André Lambruani, a Jolins testvérektől. Többi a minden izgalmi. Tehát, ha jól értem, ezek a madarak versenyből lettek kiemelve tenyésztésbe, mert az eredményeik olyanok voltak, hogy megérdemelték azt, hogy tenyésztésben legyenek pontban. Igen, ez megint egy külön törzs, mert én így mondom, hogy a mai hosszú távú galambok közül, még Belgiumban is, a legjobb galambok szerintem a Edenicei, aki most versenyez, már többi hosszú távolban nem is él, és ha nem versenyez, akkor nem él, ilyen Bruane és a többi, nem élnek már megint a 30 éve, 25 éve, már nem versenyeznek. De Emil Denisnek az már 100 éves törzs mondhatom így, mert Emil Denisnek a apja és a nagyapja is ezeket a galambokat tenyésztette. És Emil Denis már most már maga van, de már is 70 vagy 80 éves. Akkor ezek a galambokban 150 éve a tenyészte, és azért hozta ezt a galambokat, mert 150 éve ugyanazt a galambot tenyésztik. És ez egy törzs, és azért akartam egy törzset csinálni belőlük, hogy ezt kipróbált, és világ színvonalú törzs. Én ezt a törzset nem azért hoztam, tenyésztem már, hogy nekem ha én lesz a mániám, ha hát jobbat most nem tudok hozni. És ezekhez, a galambokhoz teszek hozzá ilyen győzteseket, ezért elnézést kérek, van még egy tojó itten, a Szegmüller tő, a Hent Szegmüllerek meghalt a végállalésén, ott van egy kék kovácsú tojó, a végállalésén megvettem a legjobb galambját, aki a legjobb versenygalambja volt, az a kovácsú tojó, a Kleinerinek a lánya, és az szintén egy Emil Denisse ott ül fönt. Úgyhogy ezek a hosszú távú maraton galambok, hogy ettő jelen pillanatban szerintem jobb maratonállomban nem igen. De látom, vannak itt már 10-12-15 napos fiatalok. Igen, itt egy-két helyen vannak, van, nem toltak rá, de galambok itt elő hiába teszem a kárba. Jó, akkor átmegyünk most a Valnodbócba. Jó, köszönöm.